Hogy kétszer ugyanabba a folyóba nem lehet lépni, azt tudjuk, de ugyanarra a jégre talán igen, ebbe reménykedtek a debreceniek, akik tavaly sokak szerint csodaszámba menő győzelmet adtak a Fehérvár ellen a Magyar Kupa döntőjében. Most pedig dupla nehezítéssel, mert hogy idegenben a revánsra hajtó riválissal szemben mutatták meg, nem ismernek lehetetlent. Az első harmadban hiába volt nagy volán fölény, két kísértetiesen hasonló deaszgolt látott a közönség. Mindkétszer Dalecki távoli lövésébe tettek bele egy botot, előbb Spirko, majd Kulesov, vagyis tökéletesen kivitelezte taktikáját a vendégcsapat. Védekezett és halálosan pontos volt a ritka ellentámadásoknál. A közönsége által is feltüzelt Fehérvár persze a második harmadban is neki ment a Debrecennek, de újfent gold kapott egy kontrából, ezúttal Novotni használt ki egy ember előnyt, három gólosra növelve az előnyt. Az elődöntőben a Fradi simán elintéző volán ezután is megmutatta, hogy sebességben és erőlétben a magyar mezőny fölött áll, és a harmad felénél végre fel is törte a szenzációsan védő hetényi vezette Debreceni védelmet német Kristóf révén. Várható volt, hogy óriási lesz a nyomás a vendégeken a záró játék részben, ez pedig az utolsó 10 perc kezdetére meghozta az egyenlítést. Előbb Erdély használt ki egy emberelőnyt, közeli lövését nem védhette hetényi, és ugyanez volt a helyzet néhány perccel később is, amikor Petán bombázott a kapuba egy újabb forban, vagyis kiegyenlített a volán és lélektani előnyben mehetett bele a végjátékba. De hiába a rekordszámú 53 kapura lövés, több fehérvári gól már nem született, a Debrecen pedig újra véghez vitte a csodát, megint jött egy beleszúrós gól ezúttal a sági révén, és ezzel 4-3-ra hajdúságiak nyerték a döntőt.

Is trying to come back when you have a tired, tired team. I think offense actually takes more energy than defense does, and so that made it challenging to come back. But you know we did, uh, and hung in there. And I thought for the fans it was a good game. I thought they did a great job and won the game. And we outshot them by almost two to one. But that's hockey. I mean, at the end of the day, it's who scored more. And congratulations to them for a good win.